Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 31-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. És ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei. A választ megadja rá ez a kártya. Ő feltekint a csillagképekre. Lehet, hogy őt érdekli ez a téma, vagy spirituális dolgok, de itt az égi hatalomról van szó, és ő ebben bízik. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Ez a kép mutatja, hogy félelmei vannak. Valami fogva tartja őt, korlátozások vannak az életében. És mi az, amit közöl veletek, ezt mutatja ez a király, és ez a király uralkodik a víz eleme felett. A víz eleme tükrözi az érzelmeket. Ő érzelmekkel közeledik hozzátok, de lehet, hogy van ez a tartása, hogy most még várakozik. Valami nyomasztja őt, valami miatt vannak félelmei, de ezt eltitkolja. Ami viszont jó, hogy ő nem veszítette el a hitét. A napi kártya itt barátságokra utal. Lehet, hogy lesznek új barátok, ismerősök, de amit én gondolok, hogy ő szeret benneteket, ezt mutatja itt ez a kehely, a víz eleme, de jelen pillanatban barátilag közeledik hozzátok, és kell egy kis idő, amíg ő nyitott lesz arra, hogy a saját érzelmeiről, a félelmeiről is beszéljen. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!